volt, egy hosszabb válasz, úgyhogy neki rossz viszonyban volt. Tragikusan kezdődött. 1711-ben pestis járvány következtében elhunyt első József, és ebből következett az, hogy 1711-ben automatikusan a magyar trónra került harmadik Károly. Azért lett automatikusan magyar király, mert 1687-ben a Magyar Országgyűlés még József életében lemondott a szabad királyválasztás jogáról, és ezzel a Habsburgok férfiágon Magyarország örökös királyai lettek minden további választási lehetőség nélkül. Így aztán első József 1711-es halálát követően 1712-ben ebben a gyönyörű pozsonyi koronázó templomban a magyarok új királyát, harmadik Károlyt választás nélkül koronázták meg. Aztán 29 év múlva már kérdéses volt, hogy egyáltalán lesz-e koronázás itt a templomban, hiszen Károly fiúörökös nélkül halt meg, és korán sem volt biztos, hogy a magyar rendek megkoronázzák a lányát, Mária Teréziát.